Az esős időjárás miatt idén zárt helyen, a Vármegyeháza dísztermében tartották meg a szekszárdi szüreti napok hivatalos megnyitóját. Gyurkovics János, a megyei jogú város alpolgármestere köszöntőjében azt mondta, a helyiek még sosem várták ennyire a 2 év kihagyás után újból megszervezett programsorozatot. Nagyon nagy igény volt a lakosság részéről is ez a bezártság után egy felhőtlen szórakozásra, együttlétre, barátságápolásra megvannak a lehetőségek. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy példaértékű az összefogás, amit az önkormányzat, a támogató vállalkozások és a borászok mutattak már hosszú évek óta. Hál' Istennek komoly támogatás érkezett az Agrárminisztériumból, a Kulturális és Innovációs Minisztériumból, valamint az Agrárkamarából. Ezen összességében köszönhető az, hogy ismét egy több tízezres rendezvényt a szekszárdi bor és a szekszárdi szőlőművelőknek az ünnepét meg tudjuk rendezni. Hoppá Péter kultúráért felelős államtitkára megnyitón arról beszélt, hogy a szekszárdi szüreti napok az ország egyik legrangosabb gasztronómiai programsorozata. A szekszárdi bornak az üzenete és küldetése az egy nagyon komoly kulturális missziót teljesít be, hiszen jól tudjuk, hogy már Liszt Ferenc is a szekszárdi borért járt ide és a barátságot gondozni és ápolni. És noha a világjárvány az ezeket a közösségi alkalmakat, azokat zárójelbe tette, de nem szüntette meg. És bárhogy is kimaradt az elmúlt év, vagy az előtti esztendő, a szekszárdi szüreti napok a magyar gasztrokulturális fesztiválok térképén nagyon fontos szerepet töltöttek be az elmúlt évtizedben, és most is várta már a közönség, a nagy közönség, hogy a vírus gyengülésével az idei évben legyen megtartva a rendezvény. Nagyon örülök annak, hogy nem csak a fesztivált tért vissza, hanem is visszatérhettem a szervezők jóvoltából nagy tisztesség számomra, mint védnöke a rendezvénynek, és nagyon örülök, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium ott áll a rendezvény mellett támogatóként. A szekszárdi bor összeköt sok-sok kulturális szereplőt, és üzeni azt ebből a régióból, hogy az emberi munka, az emberi feszültség, az emberi verejték, az emberi odaadás, a hétköznapok vállalása, az elvezet bennünket a megérdemelt vasárnapokhoz, az ünnepekhez, az Úr áldásához. Hasonlóan fogalmazott Györki Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is, aki több mint egy évtizede vesz részt vendégként a szekszárdi szüreti napokon. Én nagy-nagy örömmel jöttem, és nagyon készültem már. Azt természetesen nem tudjuk megígérni, hogy a 3 évi lemaradást itt a következő napokban bepótoljuk borfogyasztás vonatkozásával, de valóban egy egészen frenetikus élmény az, amikor itt ennyi sok ember az ország egyébként különböző tájairól ide sereglik, és ugye hallottuk itt az jelentősen megemelkedik a városnak hát nem is a lakossága, de az itt megjelenőknek a száma. Én nagyon szurkolok, hogy az időjárás kedvező legyen. Nagy István agrárminiszter, aki fővédnökként vett részt a szekszárdi szüreti napok megnyitóján, arra hívta fel a figyelmet, hogy a borászati ágazatot hasonlóan az elmúlt évekhez a következő időszakban is kiemelten támogatja majd a kormány. Minden tekintetben ők voltak azok, akik először léptek és értették meg a piac kihívásait, értették meg a világ új hívó hangját. És az összes többi agrárszereplő csak követi a borászokat. Akkor, amikor a rendszerváltás után megértették a borászok azt, hogy itt érdemes megvásárolni a szőlőt, hogy privatizálni kell, hogy nem világfajtákkal kell piacot nyitni, hiszen kevesek, kicsik vagyunk ehhez, hanem a helyi sajátosságokat elővenni. Ezek mind-mind nagyon-nagyon előremutató, elsődleges kezdeményezések voltak. Aztán az, hogy mennyire fontos a márka, a marketing, a reklám, itt is a borászok mennyire vitték ugye a prímet. És aztán az, hogy nem nagy tételben lédikként kell értékesíteni, hanem palackozni kell, hogy saját márkát kell építeni. Aztán jött a gasztroturizmus, hogy a bor mellé étkek is kellenek, szállások is kellenek, hogy a turista, aki jön, vagy a borkóstoló ne csak néhány órát maradjon, hanem akár napokat, egy hosszú hétvégét, vagy akár egy hetet is töltsön el. Mind-mind a borászok voltak azok, akik először ráéreztek erre a lehetőségre. A szekszárdi szüreti napok pénteki napján a borús időjárás ellenére is sokan vettek részt.